Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, jönnek is Battlefield 5, kértétek, megígértem, jöjjenek a fegyver beállításaim. Az enyémek. Biztosan sok videós néztetek már mostanra meg, milyen fegyverbeállításokat csináltak, viszont egy kicsit más szemszögből szeretném ezt megközelíteni, és ahogy én néztem, vagy legalábbis amennyit néztem, a többi videós nem nagyon beszélt egy bizonyos faktorról, hogyha fegyverbeállításokra kerül sor ebben a játékban, úgyhogy ebben a videóban végigmegyünk az Assault, illetve a medic fegyvereken, ha úgy lesz idő megcsinálni, nem lesz túl hosszú a videó, illetve két aspektusból fogunk beszélni a fegyvereken, és akkor egy másik videóban végigmegyünk a support, illetve a recon fegyvereken is. A recon fegyverekkel kicsit le vagyok maradva, nem meglepő, nem vagyok nagy sniper fan. A support fegyverekkel egész jól állok, de hogy is mondjam, az 50. szint után már nem nagyon tudsz pénzt keresni, így aztán a progressz egy kicsit lelassul, arról van szó, hogy fel kell oldani a fegyvernek a perkjeit, úgyhogy leginkább most bemutatom a mediket, illetve az assaultot, talán többen játszanak assaulttal ebből a szempontból, assault meg support talán a két legnépszerűbb, de beszélgessünk akkor a fegyverbeállításokról, illetve hogy mi befolyásolja a játékmódodat ebben a játékban. Nos, nem régiben, azt tudnotok kell, tehát a két aspektus, amiről szeretnék beszélni, az a monitor, hogy milyen fajtád van. Mert nagyon-nagyon-nagyon függ attól, hogy 60 FPS-sel játszol, vagy 144 FPS-sel, vagy a fölöttivel fogsz játszani. Habár már 144 Hz-es monitor előtt ülve, nagyjából a teljesítmény, fegyver teljesítmény szempontjából ugyanaz lesz, mint a 240 Hz-es. Na de, a lényeg az, hogy miért mondom ezt, mert hogy ha 60 Hz előtt lősz, másképp fogod érzékelni a dolgokat, és más beállítás fog kelleni, mint ahogy 144 Hz előtt ülsz. Miért mondom ezt? Mert tapasztalatból beszélek. Nemrégiben vettem egy 144 Hz-es monitort, és ugye a régi monitorom az egy 60 Hz-es van, még mindig megvan, még mindig nagyon szeretem, egy 21.9-es monitor. Viszont a 144 Hz-es miatt teljes mértékben, ahogy is mondjam, nem teljes mértékben, de át tudtam alakítani dolgokat, hogy annak megfelelően jobb legyen a teljesítményem, ha erről van szó. Nüanszokról beszélünk, de azok a nüanszok nagyon-nagyon-nagyon összeadódnak az FPS számmal, a pingeddel, a delay-jel, a packet loss-szal, mindennel, az a nüanszból egy nagy csomag lesz, és a végén, a nap végén számítani fog. Na most, jöjjenek az assault fegyverek. Hölgyeim és uraim, kezdjük, végigmegyünk szépen az elejétől, az egésznek az elejétől, jó? Mindegyiket éppen annyira kihúztam, hogy meg tudja mutatni, hogy mi a lényege az egésznek. Azt mondja, hogy replace, nem, specializációk, ugye a Sturmgewehr eleve úgy jött, hogy már fel volt oldva neki a négy pertje, ami szerintem úgy nagyon korrekt volt, mindenki egyenlő esélyekkel indult. Szóval, a Sturmgewehrnél valahogy másképp voltak elosztva a perkek, de a lényeg az, hogy ezeket használom én, konkrétan gyorsabb újratöltés, jobb tüzelés, amikor nem zoomolok, tehát pontosabb tüzelés, amikor nem zoomolok, megint csak pontosabb tüzelés, amikor nem zoomolok, ezzel a fegyverrel nagyon-nagyon-nagyon rásolok, és emiatt nekem szükségem van a nózum lövés, pontosabb lövése. És a legvégső, nem arra mentem, hogy gyorsabban tudjak mozogni, miközben zoomolok, hanem arra mentem, hogy kevésbé hordjon fölfelé a fegyver. Látszik, ezt a fegyvert 60 FPS-en használtam. Miért mondom ezt? Egyrészt nagyon jól megtanultam azt a visszarugását kezelni
ennek a fegyvernek, és emiatt nem választottam semmit ezen a túloldalon. Tehát a visszarugást megtanultam kezelni ezen a fegyveren, így tudtam kétfajta játékmódot csinálni. Ha szükség volt rá, távolabbról, középtávról tudtam lőni az embereket, ezért is használom a szkópot. Ha szükség volt rá, nozumban, közelről tudom lőni az embereket, és emiatt a három perk miatt ugye megvan a, hogy is mondjam, az előnyöm abban, hogy pontosan tudok lőni nozumban. Na most ez volt 60 FPS-sel, azóta nem lőttem, mióta megvan az új monitor ezzel a fegyverrel, mert azért többnyire kimaxoltam, amint látjátok. Szóval nem nagyon lőttem bele, de viszont azért kellett szkópot használjam, mert csak 60 FPS-en volt, és azzal a 60 FPS-sel egyszerűen jobban tudtam eltalálni és célozni az emberekre, ahogy a szkópot használtam. És észrevettem, hogy a többi fegyvernél, amit meglett a 144 Hz-es monitor, akkor már nem kellett szkópot használni, és minden enemit sokkal jobban tudtam kontrollálni a visszarugását a fegyvereknek, azt az animációt, amit ad az, egy, az, a, az a fegyver, azért 144 FPS látni 60-nal szembe jobb kontrollt adott, de őszintén kipróbálva a 144 Hz-el egy szkóp sem rossz, ezért ajánlom azoknak, akik 60 Hz-en mozgolódnak, és érzékelik azt, hogy nem annyira megy jól a célzás, tegyétek föl a 3-szoros zoomot. Nagy különbséget fogtok találni, és próbáljátok meg megtanulni a visszarugást jobban irányítani. Következő fegyver, lehet nem lesz idő a medic fegyverekre, megcsináljuk a medic fegyvereket egy másikba. A Gewehr, nos igen, ez egy macera fegyver, amennyire jónak szerettem volna, hogy legyen, annyira nem vált be, hogy jó legyen. Egy favorit fegyverem minden más játékból, hogy őszinte legyen, hogy őszinte legyek, és... a legjobb megint csak azt mondom, hogy egy szkóppal volt, mert Felix Sniper, hogy őszinte legyek, most, hogy visszajött a régi TTK, így három golyóval öl minden távon. Minden távon. Ezért a háromszoros zoom az egyszerűen fantasztikusan jött neki. Szóval én ezeket választottam. Egyszerűen gyorsabb golyórepülés, hogy ha a mozgóelemiket ugye eltaláljam. Hipfire megint csak, meg ne kérdezzétek, de mivel agresszív játékos vagyok, így aztán nagyon szeretek rámenni az emberekre, és szükségem van abba arra, hogy nozumban pontosan lőjön az a bizonyos fegyver, mert sokat lövök nozumba. De annak, aki nem lő nozumba, annak a másik utat kell választania. Pontosan ezt a két alsó perket kell választania ahhoz, hogy hogyha nem vagy ilyen nagyon rassolós játékot, ezt a két perket kell választanod, és legutolsónak a harmadikat. Az arra van kitalálva azoknak, akik nem nyomulnak be. De mivel, hogy én benyomulok, ezért szükségem van a Hipfire-re, megint csak egyszerűen gyorsabb újra töltése, pont amiatt, mert agresszív játékos vagyok, tehát ezáltal gyorsabban töltök újra, van hipfire-öm, gyors újra töltésem, és végül választottam ezt, hogyha hogy pontosabban tudjak célozni, hogyha megállok egy helybe. Na most ez mit akar, ugye, ha távolra kell lőni valakit, megállok egy helybe, pontosabban célzok, a golyóim gyorsabban repülnek, és a többi. Tehát nekem ez a kombináció, ami a játék stílusomhoz megfelel, én így játszom, hogy egy kicsit lefedjem mindegyik területet. Ezek a perkek sokat nem dobnak az egészen, hogyha tudod jól kontrollálni a fegyvert, hogyha jól tudod irányítani, ha meg vagy szokva a visszarugáshoz, és ez a játékmód sokat nem tesznek hozzá, de pont annyit, hogy megfelelő játékot tudjál hozni. Na, következő fegyver. Replace weapon. M1 Carbine. Őszintén leszek, ez például ez a fegyver jobb volt, mint amire számítottam, és nem vásároltam neki specializációt. Na mindegy, nagyon gyorsan tüzel ez a fegyver, amit látjátok, ki vagyok fogyva a pénzből, mindegy, elfelejtettem neki venni. Ez a fegyver nagyon gyorsan tüzel, nagyon kellemes volt használni a szkóppal együtt, és halálbiztos vagyok benne, amiatt, hogy gyorsan lehet vele tüzelni 144 Hz-en, szkóp nélkül is, háromszoros zoom nélkül is nagyon-nagyon jól fog menni. Na most, ez a fegyver az egyik leghatékonyabb közel és középtávon, de a középtávon legideálisabb neki, egyszerűen pusztítja az embereket, viszont tény, hogy kevés golyó van egy kicsit a tárjába, szóval csak 16 nem mindig volt elég ahhoz, hogy leterítsek akárkit is. Nos,
Switch weapons faster, szóval konkrétan valószínűleg rámennék, hogy improved accuracy aim fire while moving, miközben mozgok és zoomolok, jobban tudjak lőni. Ezt az utat választanám konkrétan, az utolsó utat. Tehát konkrétan ezt a 4 perket választanám ennek a fegyvernek. Itt kivételesen hagynám a hipfire-t, mert ez a fegyver elég pontos önmagába is, nem kell neki az, hogy nózumban jól lőjön, és ezt az utat választanám ennek a fegyvernek. Iszonyatosan elégedett voltam vele, hogy őszinte legyek. Replace weapon. Oh, ez a fegyver, istenem. Ne feledkezzetek meg erről a fegyverről, azt mondom, tehát az M1907, ne feledkezzetek meg erről a fegyverről, egyszerűen brutál, brutál, ahogy osztja a névet ez a fegyver. Szóval ezen az úton indultam el vele több golyó a tárba, hogy őszinte legyek. Igen, miközben zoomolok, jobb legyen az accuracy, egyszerűen tehát ha felzoomoltam, rettenetesen jobbra-balra ment, amerre akart, arra ment, nagyon nehéz volt kontrollálni a visszarugását a fegyvernek, és 60 Hz-en az egyetlen olyan fegyver volt, amit Red Dot-tal tudtam használni, vagy Reflex Sight, vagy hívjátok, vagy akarnátok, az egyetlen fegyver volt, amit 60 Hz-en kényelmesnek éreztem azzal, hogy ezzel használtam. Gondoljátok végig, mi van 144 Hz-en, amikor ezzel a fegyverrel fogok játszani, és nagyon brutál, nagyon osztja népet, high rate of fire, a 770-es rate of fire közelre bárkit elpusztít, és közelre nózumban megfelelően jónak érzékeltem, ezért mindenképp rámentem a aimed fire, tehát a zoomos részére, mert úgy éreztem, ott van a legtöbb problémája a fegyvernek. Hogy itt fölül, hogy gyorsabban váltson fegyvert, illetve gyorsabban zoomoljon, rajtad áll, hogy melyik az. Csak az elején is sokszor fogytam ki a lőszerből, nem nagyon tudtam 2-3 embert leteríteni egy tárral, így aztán szükségem volt a második fegyver, és legyen gyorsabb fegyverváltás. Cserébe ugye minden zoomot megadtam neki, mire szüksége volt. Brutál volt ez a fegyver. Azt elmondom nektek, hogy ne pánikoljatok, ha 10-es szintre kihúztok egy fegyvert, akkor váltogathattok a perkek között, ahogy jól esik. Tehát nem véglegesek, amit választatok. 10-es szinten egy fegyvernek bármilyen perket választhatok. Választunk másik fegyvert. Turner SMLE. Hát, srácok, ez a fegyver, hogy őszinte legyek, amint látjátok, rámentem arra, hogy gyorsabban, jobban lőjek, miközben állok egy helyben. Háromszoros zoom szinte kötelező volt neki, mindegy, hogy hány FPS-en. Miközben zoomolok, jobb legyen az accuracy-m, és gyorsabb újratöltés, és a végül az, hogy a fegyver fölfelé ne hordjon annyit. Elég egyértelmű az út ennek a fegyvernek, amint a kezetekbe veszitek, érezni fogjátok, hogy valahogy nem az a nem a legjobb fegyver, hogy őszinte legyek, de ezzel a 4 perkkel nagyon kezelhetővé válik, és teljesen rendben volt. A zoomja egy kicsit lassú, amiatt, hogy a háromszoros scope előrébb helyezkedik el, mint a többi fegyvernél, de amint hozzászoksz, egy kicsit lassúbb játéktempóhoz vele, nagyon-nagyon pusztítóvá tud válni. Replace weapon, STG, Beach Please, ez a fegyver, Beach Please. Le a kalappal előtte, nagyon jól meg van találva. Igaz, 60 FPS-sel lőttem bele utoljára, de 100%-ig biztos vagyok benne, hogy 144 Hz-en, 144 FPS-sel ez a fegyver nagyon-nagyon jól működik a háromszoros zoom nélkül is, egy Red Dot Sight-tal, vagy csak simán Iron Sight-tal, és ezeket a perkeket választottam, gyorsabb zoom, mert ugye rush, és hogyha szükség van rá, a fegyver kevésbé hord jobbra-balra, tehát horizontálisan kevésbé fog visszarugni, miközben zoomolva vagyok, pontosabb a fegyver, továbbá megint csak miközben mozgok és zoomolok, pontosabb a fegyver.
teljes mértékben úgy van megalkozva a fegyver, hogy rás, folyamatos mozgásban lenni, és a mozgásban is vagyok, ne veszítsek a pontosságomból, és miközben zoomolok, pontosabb vagyok, ugyebár, és eleve a visszarugással nem annyira horizontális, tehát konkrétan majd, hogy nem nyilvánosan tudok vele lőni, és még tudok közben mozogni is, miközben ugye lőnek rám, szóval megvan az a, hogy mondjam, kodosabb beállítása, értitek, amire gondolok, hogy egyszerűen gyors legyek, ne kelljen megálljak egy helybe, és pontosabban is tudjak lőni. Ez a fegyver nagyon ott van a szerrel, lehet vele darálni. Replace weapon. Selbstadler. Megkillottam ezzel a fegyverrel, gyerekek, komolyan mondom. Nagyon-nagyon megkillottam vele. Nem is annyira megkillottam vele, hogy végül úgy döntöttem, hogy inkább más fegyverbe fektetem a pénzemet, és hagyom a faszba ezt a fegyvert, mert egyszerűen szörnyen lassan lő. És el is basztam az utat vele, hogy őszinte legyen, tehát increase maximum rate of fire-re szüksége van. Hogy gyorsabban zoomoljál, szükséged van rá. Az igazság az, hogy erre a perkre annyira nincs szükség, de erre nagyon szükséged van. Tehát arra, hogy gyorsabban fölfelé hordjon a fegyver, arra nem nagyon van szükséged, de arra viszont szükséged van, hogy gyorsabban tüzeljél. Szóval, ja, konkrétan, és mi lenne az utolsó, bipod az nem kell. Hát ja, tehát valahogy egy ilyen utat választanék erre a fegyverre, a tapasztalataim szerint, mert egyszerűen erre van szüksége. Nos, következő fegyver, amit meg szeretnék mutatni, mindjárt végzünk, equip a gever. Na most, az ember azt hinné, hogy kap egy jó kis automata fegyvert, nope, de nem baj, mert egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó kis fegyvert kapunk, amennyiben elindulunk ezen az úton. Gyorsabb zoom, ugye gyorsabban mozogsz, miközben zoomolsz, gyorsabban, pontosabban lősz, miközben zoomolsz, miközben mozogsz, és kevésbé lősz fölfelé. Ennek a fegyvernek úgy tapasztaltam, hogy ez az egyik legjobb beállítás, hogy őszintén megfelelően gyorsan lő, háromszoros zoommal egyébként nagyon-nagyon-nagyon jól lehet vele lőni, és tekintve azt, hogy 31 van a tárban, 2-3-4 embert is le tudsz szedni anélkül, hogy újra tölteni, és ez a fegyvernek ez egyik legnagyobb erőssége, újratöltés nélkül, közel-közép távon, és leginkább közép távon nagyon-nagyon pusztító tudsz lenni. Következő fegyver, Ribirols. Azért meglátszik a két favorit, ugye? Nagyon-nagyon-nagyon durva ez a fegyver. Mondhatni, hogy OP. Ez a fegyver OP. Nemrég kezdtem vele foglalkozni, és még nem jutottam oda, hogy meg tudjam venni az utolsó perket sajnos, mert ugye kifogytam a pénzből, de ez a fegyver nyíl egyenesen lő az meg. Nincs gyors rate of fire-je, de amilyen erőset üt és amilyen gyorsan lő, középtávon szinte veri az összes fegyvert, illetve közel távon is hihetetlenül erős, és megkockáztatom vele, hogy néha hosszú távon is olyan killeket beadott, amire egyáltalán nem számítottam volna. Nagyon ajánlom ezt a fegyvert, über brutál, és ezt a fegyvert már akkor kezdtem el használni, amikor megvettem az új monitort, tehát 144 Hz-en futtatok. Az, hogy scope, ennek a fegyvernek nem kell 144 Hz-en. Nem tudom, hogy 60 Hz-en fog-e kelleni neki valami, de van egy olyan érzésem, hogy egy red dot sight elég lenne, tehát nem kell a háromszoros zoom. Nagyon pusztít ez a fegyver, kurva jó. Szóval ezen az úton indultam el, gyorsabb zoom, gyorsabb újratöltés, nozumban való pontosabb lövés, és hát, hogy végül mire, hogy lehet, hogy ez lesz, hogy gyorsan mozgás, miközben zoomolok, mivel, hogy sokat zoomolok, így aztán gyorsan mozgás, miközben zoomolok. Ez se lenne rossz. Tehát ebben a két pár közül, hogy én, hogy jobban lőjön, miközben állva vagyok, az se rossz, viszont a fegyver eleve már olyan pontos, hogy nincs annyira szükséged arra, hogy még pontosabb legyen, hanem akkor már érdemes rámenni arra, hogy gyorsabban mozog, miközben zoomolsz.
Srácok, szerintem ennyi lett volna, a medik fegyvereket hagyjuk egy másik videóra, ha kíváncsiak vagytok rá, ha tetszett ez a kis videó, akkor folytatjuk ezt a sorozatot, beszélgetünk a medik fegyverekről is, és a support fegyverekről, a recon fegyverekről, mindenről beszélünk. Ha nem, akkor lehet, hogy ennyiben marad, rajtatok áll, ti mondjátok meg, hogy mit szeretnétek. Addig is nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, remélem tetszett a videó, remélem tudtam segíteni, dobjatok egy lájkot, ha így van. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!